felfedezhetőek. És azt is tudjuk, hogy az eljárás alá vont személy számára is alapvető garanciát jelent, hogy az ügyeik a bíróságok leterheltsége miatt nem húzódhatnak hosszú éveken keresztül. Szerintem ezekben az elvekben egyetértés van. Emellett az Alkotmányügyi Bizottságon fölmerültek olyan kérdések, amiben egyértelműen vita bontakozott ki. És akkor a kormánypárti frakciók, illetve államtitkár úr is kifejtette, hogy van egy-két olyan a javaslat részét tartalmazó kérdés, amit a következő napokban érdemes közösen is átgondolni. Ennek nyomán került elfogadásra az, hogy a módosító indítványok benyújtására péntekig van lehetőség. És ez az idő biztosítja azt gondolom, hogy azt a néhány pontot, amely a garanciális elemek tekintetében is átvizsgálásra, átgondolásra szorul, azt meg tudjuk tenni a következő időszakban. De ezt úgy kell megtenni, hogy azt az alapvető társadalmi elvárást, hogy itt ne húzódhassanak 5-8-10 éven keresztül perek, ezt az alapvető társadalmi elvárást nem csak megfogalmazni, hanem megoldani is kell tudni. Ennek sok feladat ellátása mellett ezen eljárási szabályok elfogadása kell, hogy azt gondoljam, hogy a célt, azt gondolom, hogy a cél eléréséhez hozzásegíteni bennünket. Ezeknek az elveknek az elmondása mellett szeretném hangsúlyozni még egyszer azt, hogy a benyújtott előterjesztéssel kapcsolatban már az Alkotmányügyi Bizottság ülésén is elhangzott az, hogy a következő napokban lehetőség lesz módosító indítványok benyújtásával azokat a garanciális kérdéseket még egyszer áttekinteni, amelyeket ez a rendelkezés csomag is érint, és azon eljárási szabályok tekintetében felmerülnek, amelyeket az Alkotmányügyi Bizottság benyújtott javaslata a ház elé, az természetesen felvett kérdésként is, és a következő napokban a módosító indítványok függvényében lehet áttekinteni, hogy mit érdemes elfogadni ezek közül, és mit nem, majd az Alkotmányügyi Bizottságnak, mind az előterjesztést megfogalmazó bizottságnak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, az Alkotmányügyi Bizottságban kisebbségi vélemények is megfogalmazódtak. Ezek ismertetésére összesen 20 perces időkeret áll rendelkezésre. Először megadom a szót Bágándi Gergely képviselő úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Én tartanám magam ahhoz a házszabályi előíráshoz, hogy valóban az elhangzott véleményeket foglalom össze, amelyek a bizottságban különböző képviselőktől, ellenzéki képviselőktől elhangoztak, és nem a saját véleményem mondom, ezt majd egy következő felszólalásomban fogom megtenni. Ezért rövid tudok lenni most. Azt emelném ki elsősorban is, hogy az Alkotmányügyi Bizottságban annak utána került sor a javaslat tárgyalására, hogy mindössze egy órával korábban kapták készhez az előterjesztést a képviselők. Ezért én azt gondolom, és ez véleményként megfogalmazódott, kisebbségi véleményként a bizottságban, hogy a parlamentarizmushoz nem méltó az, hogyha egy átfogó büntető eljárásjogot és polgári perrendtartást módosító javaslatot, amely egyébként, ha mennyiségét veszük alapul, akkor 22 oldal, erre a képviselőknek egyetlen órájuk legyen áttanulmányozni. Ez értelemszerűen azt a problémát is magában rejti, hogy sem szakértőkkel nem tudták átbeszélni a bizottság tagjai az előterjesztést, sem pedig a frakcióban nem lehetett szó arról, hogy bármelyik képviselőcsoport is megvitassa. Egyébként megjegyzem, hogy ugyanez igaz a kormánypárti képviselőkre is. Egy órán át tartotta az Alkotmányügyi Bizottságban a javaslatnak a vitája. Itt Mátrai Márta, fideszes képviselőasszony javaslatára lezárták a vitát. Önmagában ez is kritikaként fogalmazódott meg, speciál ezt én mondtam el, hiszen ennek utána csak egyetlen felszólalásra van lehetőség a házszabály szerint. Úgyhogy mondom most is, hogy én azt gondolom, hogy az a módszer, amit a Fidesz alkalmazott az Alkotmány Előkészítő Eseti Bizottságban is, a plenáris ülésen is többször, hogyha megunja a vitát, vagy valami miatt sietni kell, akkor lezárja azt. Én úgy gondolom,
hogy az lett volna a minimum, hogy ha már csak egy óra volt a javaslatnak a megtárgyalására, akkor legalább arra megkaptuk volna a lehetőséget, hogy annyit kérdezzünk, és olyan terjedelemben nyilvánítsunk véleményt, amilyen terjedelemben csak kívánunk, hiszen a szakbizottságnak az a feladata, hogy érdemben vitassa meg az elé került előterjesztéseket. Tartalmi szempontból felmerült az a kérdés, hogy alkotmányos-e egyáltalán ez a javaslat. Itt jellemzően egyébként államtitkár úr aggályaihoz hasonlóan, amit szintén elmondott a bizottsági ülésen, a védelemhez való jog korlátozását tekintették sokan alkotmányba ütköző rendelkezésnek. Kritikaként fogalmazódott meg az, hogy az ügyészség nyújtotta be valójában ezt az indítványt, a bizottság tulajdonképpen csak elszenvedte a benyújtást, tehát az ügyészség javaslatát továbbította a parlament felé, hiszen az ügyészségnek törvénykezdeményezési jogköre az alkotmány értelmében nincsen. Kritikaként fogalmazódott meg az, ahogy az előbb említettem, és talán kikövetkeztethető abból, hogy a képviselők azt sem tudják, hogy miről szavaznak a bizottsági ülésen, és ez igaz a kormánypárti támogató szavazatokra is, hiszen nekik sem volt több idejük elolvasni, illetve kritika érte még a vádelhalasztásit, illetve a poligráfos vizsgálatnak az új szabályozási rendszerét. Ebben tudom nagyon röviden és vázlatosan összefoglalni azt, ami a bizottsági ülésen az ellenzék részéről kritikaként megfogalmazódott, a frakcióm álláspontját pedig a következőkben fogom elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Répási Róbert államtitkár úrnak, aki a kormány véleményét ismerteti. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt elnök úr! Tekintettel arra, hogy az Alkotmányügyi Bizottsága tegnapi napon nyújtotta be a törvényjavaslatot az országgyűlésnek, a kormány értelemszerűen, mivel nem tartott ülést, a kormány testületileg nem tudott állást foglalni még a javaslatról. Ezzel együtt is azt kijelenthetjük, hogy a törvényjavaslat célja, a javaslat indokai maximálisan illeszkednek a kormány programjába, a kormány büntetőpolitikájába. A kormány programja mind az eljárások, elsősorban a bírósági eljárások gyorsítását, mind pedig a korrupció elleni küzdelmet kiemelt célként kezeli, és ez a törvényjavaslat az indokai között mind a két szempontot, tehát a bírósági eljárások hatékonyságát, mind pedig a korrupció elleni fellépést tartalmazza, és az indokai, nem csak az indokai, hanem a tervezett módosítások is mindenképpen a korrupció ellenes küzdelmet és a bírósági eljárás hatékonyságát eredményezheti. A törvényjavaslat leglényegesebb elemei, vagy úgy mondjuk, hogy koncepcionális elemei, teljes egészében belül maradnak az alkotmányos kereteken belül, álláspontunk szerint. A koncepcionális eleme a javaslatnak az, hogy az ügyészség az észszerű elbíráláshoz, az észszerű eljárási idő megtartásához, tehát az időszerűséghez fűződő alkotmányos érdeket figyelembe véve az ügyészség irányítani tudja azt, hogy mely bíróságon kerüljön tárgyalásra az ügy, ami természetesen nem jelenti azt, hogy az ügyészség bármiféle igazságszolgáltatási funkciót átvenne, hiszen az ügyészség vádat emel, és utána a független bíróság dönt a vád törvényességéről és a vád megalapozottságáról. Tehát nem történik más, mint egy alkotmányos érdek mentén, egy alkotmányos érdek biztosítása érdekében az ügyészség bíróság elé állítja a vádlottat, és a bírósági eljárást a vádiratával kezdeményezi. Megjegyzem, hogy arra már március 1-e óta van lehetőség, hogy a bíróság a saját döntése alapján a legfelsőbb bíróság
határozatával kijelöljön egy másik, kevésbé leterhelt bíróságot, azaz a március 1-től hatályba lépett büntetőeljárási szabályok lehetővé teszik, hogy az észszerű határidőn belüli, észszerű időn belüli elbírálás érdekében az egyébként az ügyre illetékes bírósággal szemben egy másik bíróság járjon el, egy olyan bíróság, amely kevésbé van leterhelve. Ez a megoldás egyébként az országgyűlés döntése alapján 2010. decemberében született meg ez a megoldás. Tudtommal a mai napig senki nem kifogásolta ennek az alkotmányosságát, vagy legalábbis az Alkotmánybíróság semmiképpen nem hozott ilyen döntést. És annak idején egyébként maga az Országos Igazságszolgáltatási Tanács kezdeményezte ennek az egyébként az általános illetékességi szabályoktól eltérő eljárásnak a kezdeményezését, vagy az eljárás megindítását. Összefoglalva, tisztelt ház, a javaslat nem szenved olyan hibában, amely miatt itt az általános vita ne lenne lefolytatható, nem szenved semmi olyan, tehát a javaslata szemben nem lehet olyan alkotmányos aggályt megfogalmazni, ami ne lenne korrigálható ebben az eljárásban, és ahogyan Cserpakovics András is utalt rá, a bizottsági vitában is elhangzott, hogy egyes részletkérdések alkotmányosan aggályosak lehetnek, itt meg kell találni a garanciális szabályok biztosítását, a garanciák, a jogállami garanciák biztosítását, és meg kell találni ezzel együtt a bírósági eljárás hatékonyságának az összhangját. Tehát mind a bírósági eljárás hatékonyságának, mind pedig az eljárás alá vont személyek jogainak a biztosítása egyaránt olyan érdek, olyan alkotmányos érdek, amelynek az egyensúlyát meg kell találni. Még egy utolsó mondat arról, hogy van-e lehetőség egyáltalán kiemelt ügyekről beszélni, és vajon a törvényeink kiemelt ügyekre nézve meghatározhatnak-e speciális eljárási szabályokat. Hát először is leszeretném szögezni, hogy mind a jelenlegi alaptörvény, az alkotmány, mind pedig az új alaptörvény akár azt is lehetővé tenné, hogy az ügyek meghatározott csoportjára külön bíróságot hozzon létre az országgyűlés. Tehát egészen odáig el lehetne menni, hogy az ügyek meghatározott csoportjára nem speciális eljárási szabályokat, hanem speciális bíróságot állítana fel az országgyűlés. Márpedig, ha innen nézem, akkor hangsúlyozom, hogy az büntetőeljárási garanciák megtartása mellett igenis van lehetőség speciális eljárási szabályok kialakítására. Egyébként a büntetőeljárásban most is számos speciális szabály van, fiatalkorúak eljárása, a katonákra vonatkozó eljárás, vagy más speciális eljárási szabályok. Ilyen speciális eljárási szabályokat javasol a előttünk fekvő törvényjavaslat megalkotni, mégpedig kifejezetten a kiemelt, vagy én inkább úgy mondanám, hogy a hivatali és közélet tisztasága elleni bűncselekményekkel szembeni hatékonyabb fellépésre javasol speciális eljárást a törvényjavaslat. Tehát ez sem ördögtől való, és ez sem hiszem azt, hogy ez alkotmányos aggályokat vetne föl, hogy az ügyek meghatározott csoportjára speciális eljárási szabályok vonatkoznak. Ennek persze a polgári jogi vetülete is megvan. Jelen pillanatban speciális eljárási szabályok vonatkoznak a kísértékű, kis tárgyi értékű perekre. Miért ne vonatkozhatnának speciális eljárási szabályok éppen a legnagyobb tárgyi értékű perekre? A javaslat tehát azt mondanám, hogy a kísértékű perek speciális szabályának a tükörképeként megteremti a különösen nagyértékű pereknek a speciális eljárási szabályait. Tisztelt ház, javaslom tehát, hogy a tisztelt ház tárgyalja meg a törvényjavaslatot, és a módosító indítványok után fogadja el a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm, államtitkár úr! Tisztelt országgyűlés, most az egyes képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Bágándi Gergely
MSZP-s képviselő úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Egy pár szót azért ejtenék a benyújtás körülményeiről egy picit bővebben annál, mint amit az előző felszólalásomban tettem, és a tárgyalásnak a körülményeiről. Én azt gondolom, és ezt a részét nem bontanám ki, hiszen már megtettem, hogy méltatlan dolog az, hogy a döntés előtt egy órával kapunk készhez egy ilyen javaslatot, ami azt gondolom, hogy a benyújtóknak a hibája most, és nem a kormánynak a hibája. Az, hogy milyen körülmények között vitatjuk meg, LMP-s képviselőtársam az előző napirendi pont kapcsán felvetette, hogy ez méltatlan, és Illés államtitkár úr ennek kapcsán megjegyezte, hogy nagyon is méltó, hiszen most is el tudja a véleményét mindenki mondani. Én azt gondolom, hogy LMP-s képviselőtársammal kell, hogy egyetértsünk. Tisztelet azoknak, egyetértek Cseh Palkovics képviselőtársammal, akik itt vannak ebben a vitában. De ebben a vitában, ahogy én körülnézek itt az országgyűlés épületében, négyen veszünk részt a 386 képviselőből. És én azt gondolom, hogy még ha szakkérdésről van is szó, és ha nem is lenne ennek, pedig egyébként van, de nem is lenne ennek politikai jelentősége, még akkor is nagyon csekély ez a szám. És én úgy hiszem, hogy igaza volt annak a kollégámnak, akivel ma beszéltem és mondtam, hogy hát én 4 órakor vagy 5 órakor hajnalban még ezt a törvényjavaslatot fogom tárgyalni, hogy azon kívül, hogy sajnálkozását fejezte ki, szóval, hogy kikéri magának ezt az eljárást, és igaza van. Mert kikéri magának azt az eljárást, hogy elcsigázott 20-24 órája talpon lévő képviselők meg fontos szakmai kérdéseket, és döntsenek arról ennyi idő után. És azt gondolom, hogy teljes mértékben osztom ezt az álláspontot. Szóval a tárgyalásnak ez a módja nem felel meg, én azt gondolom, a parlamentarizmus alapkövetelményeinek. Nincsen rendkívüli állapot, nincsen szükséghelyzet, ami miatt hajnali 5 órakor kelljen egy olyan javaslatot megtárgyalni egyébként, amit ma nyújtott be, bocsánat, helyesbitek, tegnapi napon nyújtott be, hiszen most már hajnal van az Alkotmányügyi Bizottság. Emellett azt gondolom, hogy nem lehet szó nélkül elmenni. Márpedig itt egy átfogó javaslatról van szó. Ahogy államtitkár úr is mondta, hogy a kiemelt jelentőségű ügyekre gyakorlatilag megteremti a külön vagy különleges eljárásnak a kereteit. Ami a társadalmi igényről, ami a társadalmi igényt illeti. Ezt gondolom, a társadalomnak az az igénye, hogy általában az eljárások azok felgyorsuljanak. És higgyék el nekem, tisztelt képviselőtársaim, alapvetően az állampolgárok arra gondolnak, amikor ezt az igényt magukban vagy nyilvánosan megfogalmazzák, hogy a saját ügyeik gyorsuljanak föl. A polgári és a saját büntető ügyeik gyorsuljanak föl, nem pedig azoknak az ügyei, akik kiemelt súlyú ügyeket követtek el, vagy esetleg politikusként, közszereplőként követnek el bűncselekményeket. Tudják, az egész hogy mondjam, gondolatkörben a paradoxon az az, hogy a büntetőbíróságok az eljárás elhúzódását, ami nem felróható a vádlottnak, azt enyhítő körülményként szokták feltüntetni az ítéletben. Hiszen ahhoz fűződik érdek, hogy minél hamarabb lezáruljon valaki ügyében a büntetőeljárás. Ebben az esetben pedig önök azt indítványozzák, hogy azok, akik közszereplőként, politikusként, kiemelt súlyú, a közélet tisztasága elleni bűncselekményt kövessenek el, na annak az ügye előbb intéződjön el, mint bárki másé. Nem hiszem, hogy az állampolgárok ezt akarják. Magyarán egy privilegizált helyzetbe fogják hozni azokat, kevesebb ideig fognak büntető eljárás hatája alatt állni azok, akik politikusként súlyos bűncselekményeket követtek el. Én azt gondolom, hogy ez a gondolatmenet önmagában nem támogatható. Azon kívül nyilván az elmúlt 24 órában, még annyi talán nem telt el 20 órában, semmilyen lehetőség nem volt, sem szakmai, sem társadalmi egyeztetésre. Márpedig én azt gondolom, hogy illene betartani legalább az önök által hozott jogszabályokat, annak a tartalmi részét is, még hogyha tudom, hogy erre az lesz a válasz, hogy formálisan, amikor az Alkotmányügyi Bizottság nyújtja be a törvényjavaslatot, akkor erre nincsen szükség. A másik, hogy
ami még az eljárás menetéhez tartozik, hogy úgy zárjuk le az általános vitát, hogy a kormánynak egyébként nincs álláspontja róla. Tisztelem államtitkár úr véleményét, szakmai tudását, sokra értékelem, de nem kormányálláspont. És lezárjuk úgy ezt az általános vitát ma, itt hajnalban, hogy a kormány nem alakított ki véleményt, álláspontot a kérdésben. Félig eljárási, félig tartalmi kifogás. Hogy formálisan ez a javaslat az Alkotmányügyi Bizottságnak a javaslata volt, azonban pont a javaslatot jegyző, aláíró elnök úr Balsai István mondta azt a bizottság ülésén, hogy az ő legjobb tudomása szerint ezt a javaslatot az ügyészség dolgozta ki. Nos, tisztelt országgyűlés, ez egy alapvető probléma. És azt gondolom, hogy ez már több annál, mint hogy eljárási problémaként értékeljük. Az ügyészségnek ugyanis nincsen törvénykezdeményezési joga. Ehhez képest két verzió létezik, egyik rosszabb, mint a másik. Az egyik, hogy az ügyészség megrendelést ad a törvényhozónak, a törvényalkotónak, ráadásul arra, hogy hogyan akarja a saját hatáskörét kibővíteni, és a saját javaslatát benyújtatja az Alkotmányügyi Bizottsággal. A másik lehetőség, hogy a Fidesz vagy a kormány tanácsadó és jogszabály előkészítő testületének használja az ügyészséget. Egy biztos, hogy szereptévesztésben van e vonatkozásban mind a bizottsági többség, mind az ügyészség, és viszont nagyon jól mutatja azt az összefonódást, amit mi már nagyon régen jeleztünk, ami fennáll a Fidesz kormány és a legfőbb ügyész személye között. Tisztán tartalmi kérdésekkel rátérve. Úgy gondoljuk, hogy ez a javaslat alkotmányellenes, és a koncepciós büntetőeljárás alapjait rakja le. 72 óráról 120 órára nő az őrizetbe vétel tartalma ezekben a különleges ügyekben. Az európai trend, tisztelt országgyűlés, éppen ennek a fordítottja, még szorosabb bírói kontrollt követel meg ezekben az ügyekben. Ami azonban a legfontosabb, vagy a legkomolyabb kritikai észrevételünk. Az első 48 órában a javaslat szerint a vádlott nem találkozhat a védőjével, sőt, ha ez alatt a vádlottat kihallgatják, akkor nem lehet jelen a védő a kihallgatás során. Tisztelt országgyűlés, talán nincs olyan emberi jogokkal foglalkozó nemzetközi egyezmény, ami ne nevesítené a védelemhez fűződő jogot, méghozzá az eljárás teljes tartama alatt. Államtitkár úr most már óvatosabb volt, az Alkotmányügyi Bizottságon még alkotmányos aggályokról beszélt. Azt gondolom, hogy teljes joggal a rendelkezést illetően. Hiszen a jelenleg hatályos alkotmány a következőképpen rendelkezik, 57. szakasz 3. bekezdésében. A büntetőeljárás alá vont személyeket az eljárás minden szakaszában megilleti a védelem joga. De ha ez csak január 1-től lépne hatályba, akkor az önök által elfogadott alaptörvénynek 28. cikk 3. bekezdése rendelkezik a következőképpen. A büntetőeljárás alá vont személyek, az eljárás minden, személyeknek az eljárás minden szakaszában joga van a védelemhez. Azt gondolom, ez elég egyértelmű. Minden szakaszában, tehát az első 48 órában is. Én azt gondolom, hogy nem kell túlzottan komolyan elmélyülni az alkotmányok tudományában ahhoz, hogy ezt a mondatot értelmezni lehessen, és azt lehessen mondani, hogy az önök által javasolt rendelkezés ellentétes mind a jelenlegi alkotmánnyal, mind az önök által elfogadott alaptörvény rendelkezésével. Ez a javaslat, azt kell, hogy mondjam, hogy nem is a Kádár, hanem egyenesen a Rákosi rendszerhez hasonlítható, legalábbis ezt a rendelkezését illetően biztosan. Hiszen a 49-es alkotmány, az önök által oly sokszor kommunista alkotmánynak nevezett alkotmány, amiben egyébként igazuk van, 40. szakasza azt mondja ki, hogy a bírósági eljárásban van joga a védelemhez a vádlottnak. Nagyjából ezt a szemléletet tükrözi ez is, tehát legalábbis a nyomozás első 48 órájában ezt a jogot megtagadja az eljárás alá vontól, a gyanúsítottól. A 60-as évek végén, a 70-es évek elején ez az álláspont már nem volt tartható. Szeretném önöket erre emlékeztetni. Azaz már a szocializmusban sem.
Ugyanis az alkotmányt módosító és egységes szövegét megállapító 1972. évi első törvény átteszi ezt az alkotmányos rendelkezést a 49. szakaszba, második bekezdésbe, és a következőképpen szól: a büntető eljárás alá vont személyeket az eljárás minden szakaszában megilleti a védelem joga. Ez azt jelenti tehát, tisztelt képviselőtársaim, hogy önök most visszakívánnak lépni egy 1972 előtti korszakhoz, legalábbis ami a büntető eljárás terénumát érinti. Aztán hát tartalmi kérdésként fölvetődhet, hogy vajon egyáltalán minek, mire kell önöknek és az önök ügyészségének ez a 48 óra. Mi olyan fogott történni, amit a védőszeme nem láthat, a védőfüle nem hallhat? A verésre csak nem készülnek, ezt én sem feltételezem. Zsarolásra, fenyegetésre talán szintén nem ebben a 48 órában. Akkor pedig valami titkos vádalkú félére. Segítsenek kérem megfejteni, hogy miért van erre szükség? A vádelhalasztás lehetőségeinek kibővítése legalábbis ez utóbbira utal. Hiszen önök arról beszélnek, hogy csökkentik az adminisztratív terheit a vádelhalasztás alkalmazhatóságának, illetve nagyobb tárgyisúlyú ügyekben is lehetővé teszik ennek az intézménynek az alkalmazását. Úgy lehet ezt lefordítani, hogy beviszik a kisebb halat, egy napig mondjuk altatják ott a fognán, majd az esetleges segítőjétől, védőjétől elzárva alkut fognak ajánlani az ügyészségen, és a vádelhalasztás az ugye egy eszköz lesz. Azt mondják, hogy kérem szépen, ha rátetszik a nagyobb halra vallani, akkor a vádelhalasztás eszközével tudunk élni, és gyakorlatilag valós joghátrány nélkül tud kikerülni az eljárásból. A vádalkú egyébként lehet jó dolog, csak ahol van, ott a törvény kifejezetten szabályozza, és mindenhol a védő jelenlétében zajlik. Az önök által javasolt modell viszont azt gondolom, hogy jogellenes, és hát hadd mondjam, az csúnyi változat. Vagy ha nem ez a cél, amit most én elmondtam, akkor segítsenek megfejteni, hogy miért van erre a 48 órára, és a vádelhalasztás kiterjesztésére szükség, mert eddig nem hallottunk erről. És hamarosan eljön, ahogy államtitkár úr egyébként ezt most a felszólalásában beharangozta, a rendszerváltáskor felszámolt különbíróságok vagy speciális bíróságok kora. Én javaslom elolvasni azokat a jegyzőkönyveket, amelyben a rendszerváltó pártok annak idején harcosan kikeltek a különbíróságok intézményével szemben, és azt nem minősítették demokratikus intézményrendszerrel összhangba hozható modellnek. Most a Fidesz úgy tűnik, hogy ezt kívánja bevezetni. Egyelőre ez a része feltételezés szintjén marad, de én azt gondolom, hogy ha az ügyész, aki egyébként a tárgyaláson az ügyfél státuszában van, meghatározhatja, hogy hol folyik az eljárás, akkor majdnem ide jutunk el, anélkül, hogy konkrétan erre javaslat születne. Ha valamely bíróság mondjuk kedvezőtlen döntést hoz majd zsinórban az ügyészség számára, mondjuk túl enyhe a bírói gyakorlat, akkor mint egy megunt éttermet ott lehet hagyni azt a bíróságot, és választani egy másikat, ahol az ügyészség igényeinek inkább megfelelő ítélkezési gyakorlat zajlik. Úgy gondolom, hogy ez tehát, hogy az ügyészségnek lesznek majd preferált bíróságai, ez nem támogatható, vagy hogyha éppen egy olyan védővel, aki a nemzeti együttműködés rendszerének a szellemével ellentétesen viselkedik mondjuk a büntetőeljárás során, és mondjuk nyíregyházi illetőségű, a védő is, meg a vádlott is, akkor majd átteszik Zalába az ügyét, hogy egy kicsit térjen észhez, és működjön kedvezőbben és jobban együtt az ügyészséggel. Ezeket a lehetőségeket, nem tudom, lesz-e ilyen, de ezeket a lehetőségeket ez a módosítás mind felkínálja, és úgy gondolom, hogy az ügyészség ennek kapcsán óhatatlanul egy picit átpolitizálódik, és politikai ízű döntéseket hoz, vagy legalábbis ez a vád érheti őt. Az, hogy elvonják az ügyet az állampolgárok törvényes bírájától, és tetszés szerinti helyre csoportosítják át, szintén nem a nyugati típusú demokráciák jogrendjének a jellemzője. És ha így sem sikerül kellőképpen eredményesnek lenni, hát ott lesz majd a poligráfos vizsgálat, aminek a tanú ezekben az ügyekben köteles lesz alávetni magát.
Úgy tűnik, hogy ezekben az ügyekben a tanú jogkorlátozását sem tartják önök elkerülhetőnek. Én azt gondolom, és ezt önök is tudják, hogy meglehetősen vitatott eljárás, hitelességét tekintve sok szakember kérdőjelezi meg a poligráfos módszert. Azokban az államokban egyébként, ahol lehet erre kötelezni tanút vagy terheltet, ott is állandóan vita tárgya ennek a létjogosultsága. Magyarországon viszont biztosan nincs hagyománya ennek a módszernek. Ennek a bevezetésére, legalább ennek a bevezetésére, tisztelt képviselőtársaim, jó lett volna egy hatástanulmányt vagy egy szakmai egyeztetést lefolytatni, és nem úgy behozni a büntető eljárás rendszerébe, hogy teljes mértékben mellőzik ezt a folyamatot. Összefoglalva tehát azt tudom mondani, hogy az az előterjesztés, ami most a parlament asztalán fekszik, az nem egy jogállamnak, hanem inkább egy nem demokratikus államnak a büntető jogrendszerét tükrözi, és ezért nem támogatható, úgy sem támogatható, hogy módosító indítványokkal, ahogy szokták mondani, jobbítjuk azt. Az egésznek a szellemisége az, ami miatt ezt el kell utasítanunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sokan kívül.